Jó estét kívánok! A járvány, illetve a járványügyi helyzetre való tekintettel változik a naphíre struktúrája is. Külső vendégek mától nem tudnak ide bejönni a stúdióba. Lesznek azért külső vendégek, de csak Skype-on kapcsoljuk majd őket. És innentől kezdve az adásban belsős kollégákkal próbáljuk majd helyettesíteni a külsős vendégeket. Méghozzá úgy, hogy minden nap itt lesz a fórum, aznapi műsorvezetője, mellette pedig egy kolléga, egy riporter, egy műsorvezető, szerkesztő. Úgyhogy ez a menetrend a közeljövőben. Nézzenek minket, pörgős műsorunk lesz ma is, és mutatom már is, hogy akkor ki a két vendégünk ma. Szlazsánszky Ferenc, a Híradó főszerkesztője és a Fórum jól ismert műsorvezetője, és Kárász Róbert, aki pedig a Start szintén jól ismert közkedvelt műsorvezető, úgyhogy sziasztok, jó estét! Hát a közkedvelt, az nem biztos, hogy helytálló. Én közkedvellek, Robi, úgyhogy egy követőd már a egy jó pipa estét. Hogy érzitek sziasztok magatokat ebben az új helyzetben? Mert hogy azért általában kérdezni szoktatok, és most ugye elemezni fogjuk a napi helyzetet. Pont mondtam a Pungor Andrisnak, hogy... Ő a műsorszerkesztője. Igen. Ja, igen. Ami nekünk látott természetes, az nem biztos, hogy minden néző számára egyértelmű, hogy ez az a műsor, amit azt nem mondom, hogy minden nap nézek, de sose láttam az elejétől a végéig. És miért nem? Hát azért, mert dolgozom, tehát ott van mellette az alapítvány, ott van mellette a kávézó, szaladgálok, jövök, megyek, és mindig nagy érdeklődéssel néztem azt, hogy milyen jó megmondó emberek vannak itt. Na és akkor innentől kezdve te is jó kis megmondó ember hát leszel, majd meglátjuk. Nézzük meg előtte gyorsan a nap kérdését, ami egy olyan témához kapcsolódik, amiről majd beszélünk később a műsorban. Már is mutatjuk tehát a nap kérdését. Azt kérdeztük önöktől, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a kormány a parlamentet mellőzve rendeletekkel kormányozzon. 22% mondja azt, hogy igen, és 78% azt mondja, hogy nem. Úgyhogy szavazzanak még, ahogy említettem, az előbb beszélünk majd még erről a témáról, csak egy kicsit később a műsorban. Az első témánk pedig a napszáma lesz, méghozzá a hetes. Ez a mai nap száma, mert hogy 7 ember halt meg eddig koronavírusban. 5-en szív- és érrendszer, illetve cukorbetegségben szenvedtek, egyikük pedig vastagbél daganattal küzdött. A halottak átlag életkora 69 év volt. Nem tudom, hogy látjátok, hogy a nyugdíjasok mennyire veszik komolyan azt a tiltást, hogy ne menjenek ki az utcára. Én épp, hogy jöttem ma is adásba, azért látni az utcán nyugdíjasokat, akár kutyát sétáltatnak, vagy boltba mennek, ugye azt is látni, hogy szatyorral mennek, tehát hogy nem mindenki veszi azért komolyan. Csak azért hoztam ezt föl, mert itt is a halottak átlag életkor, ugye 69 év. Hogy látjátok? Én hajnalban jövök a tévében, akkor teljesen néptelen a város, úgyhogy senkit nem látok, így köztük nyugdíjasokat sem, de azt hallom, hogy igen, vannak napszakok, amikor sok nyugdíjas fordul meg piacokon az utcán. Hát viszont megfordítva a dolgot, ha nem tudnak bevásárolni, mert nincs senki, ők az önkormányzat egyelőre nem szállít ki, az online kiszállítás, vagy online rendelés és kiszállítás az limitált a nagy cégek részéről is, akkor viszont kénytelen elmenni, hogy beszerezze az élelmiszereket. De én azt mondanám, hogy az a kommunikáció viszont teljesen elhibázott, hogy a nyugdíjasokra ráterhelni ennek a drámának a felelősségét, hogy miattatok van ez az egész. Ezt azért mondom, mert az interneten már vannak ilyen kommentek, hogy mit kerestek az utcán, miattatok van ez a járvány, tehát ez rendkívül buta hozzáállás. Nyilván önmérséklet kellene mindenkitől. Hát hetek óta zajlik a propaganda, ezt most nem negatív értelemben értem, szerintem előbb-utóbb meg fogják érteni majd az érintettek. Hát ezért, hogyha megnézzük, akkor az egész társadalomra jellemző szerintem per pillanatnyilag egy pici vagy egy finom kinek ízlése fegyelmezetlenség. Szerintem még igazság szerint nem tanultuk azt meg, hogy ennek a vírusnak, ennek a fertőzésnek, ennek a világjárványnak valójában milyen következményei vannak. Miközben minden órában, minden percben sokkoló és nem drámai, hanem tragikus híreket látunk és olvasunk. Egyébként a halálozási mutató az igazolt betegek körében Magyarországon a legmagasabb, 4,19%. Ugye most a hivatalos adatok szerint 167 fertőzött van és 7 áldozat. Ez a többi ország arányait nézve nagyon-nagyon magas. Láttam ezt a hírt a 24.hu-n, ott még egy ennél is kedvezőtlenebb adat volt, mert akkor még 131 fertőzötthöz viszonyítottak 6 halálos áldozatot. Szerintem annyira kicsik még ezek a számok, hogy ez önbecsapás ezek alapján bármit is állítani. Ez olyan, mint hogyha van egy választás, és 1%-os feldolgozottságnál
mondjuk a magyar kis és nagy gazdapárt vezet. Volt ilyenre például, hogy 0,81-nél még 16%-on álltak, szólt is a képviselők, hogy akkor most zárják le a szavazást, nekik ez így frankó. De a lényeg az, hogy annyira alacsonyak ezek az adatok, hogy ebből én nem vonnék le még semmilyen következtetést. Szerintem. Közben, ahogy mondtam önöknek, Skype-on is kapcsolunk külsős vendégeket, ők lesznek innentől kezdve az külsős vendégek, és most sikerült elérnünk Arató Gergelyt, a DK országgyűlési képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért fogom a telefont is, mert itt furcsa módon a hangom Skype, nem a képen Skype-on van, a hangom meg telefonon, de a lényeg az, hogy mind a kettő remélhetően megérkezik. Ön hogyan kezeli ezeket a számokat, ezeket az adatokat, amelyekről itt korábban beszéltünk? Mennyire megbízhatóak ön szerint ezek a számok, ezek az adatok? Sajnos egyáltalán nem, mert még egy számot érdemes ezek mellett nézni, azt, hogy hány teszt készül egy országban. És Magyarországon, bár most már egy kicsit többet tesztelnek, mint korábban, eleinte nagyon-nagyon alacsony volt a tesztek száma, még mindig sokkal kevesebb teszt készül, mint akár Csehországban, akár Romániában, akár Ausztriában. Magyarán szólva, ugye az a beteg nem tud megjelenni a statisztikában, akit nem is teszteltek soha a koronavírusra. Ez sajnos még az elhunytak esetében is így van, hiszen az elhunytak közül is csak az jelenik meg természetesen ebben a statisztikában, akivel elvégezték ezt a tesztet életében. Nagyon érdekes interjút adott dr. Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára a koronavírus helyzettel kapcsolatban. Ez a mai nap mondata, már is mutatjuk, hogy mit mondott pontosan. Úgy fogalmazott, hogy én ugyan nem bánnám, ha a lakosság most egy kicsit riadtabb lenne. Így fogalmazott, sokkal nagyobb baj az, ha indokolatlan kincstári optimizmussal futunk neki valaminek, ami potenciálisan katasztrófával fenyegethet. Én most ijesztegetés párti vagyok, kiálts farkast, mert jön. Ezt mondta tehát Otto Svéd Tamás, ez a medicalonline.hu-n adta ezt az interjút. Mit gondoltak, itt a farkas, vagy kiáltani kell a farkast, vagy szóval mi a helyzet ezzel? Nem félünk még eléggé. Tehát én az előbb pont ezt akartam mondani, hogy kellene, de szerintem nem félünk még eléggé. Érdekes, ugye ez nagyon sokszor, ez egy millió pszichológiai vizsgálat alá támasztja ezt, hogyha nincs közvetlen érintettséged bizonyos helyzetekben, szituációkban, akkor nem érzed valósnak vagy valóságosnak. Tehát valószínűleg, hogy amikor ugye arról a szörnyű helyzetről beszélünk, hogy 7 áldozata van Magyarországon a koronavírusnak, azt lehet, hogy még bármennyire szomorú kimondani, de lehet, hogy a társadalomnak a jelentős része azt még kevésnek találja. Tehát már rég ideje lett volna farkast kiáltani, de igen. Még... Abszolút egyetértek. Bocsánat, a képviselőtől hadd kérdezzek valamit még visszacsatolva az előző, a tesztek számához. A kormány azt állítja, hogy a WHO ajánlásai alapján végzik a teszteket. Önök azt mondják, hogy ez nem így van. Kétségtelen, hogy a WHO azt mondja, a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet, hogy tesztelni, de akkor ha kifejtené, hogy ki mit állít kormány ellenzék relációban ezzel kapcsolatban? A WHO ugye azt javasolja, hogy tesztelni kell mindenkit, aki bármilyen módon kapcsolatba kerülhetett a koronavírussal, ugye a legegyszerűbben mondjam. Tehát azokat is, akik olyan országból jönnek, és ma már a legtöbb ország ilyen, ahol lehetett koronavírus fertőzés, azokat is, akik mutatják a tüneteket, és azokat is, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek bizonyított koronavírusos betegekkel. Ez egy jóval szélesebb kör, főleg eleinte Magyarországon csak azokat tesztelték, akik mutatták a tüneteket, és emellett volt valamilyen más érintettségük is. Miközben, ha jól követtük a miniszterelnök mai sajtótájékoztatóját, akkor ma már a pozitív eseteknek a többsége az olyan, aki nem, vagy csak nagyon enyhe tüneteket mutat. Ugyanakkor arra kell fölni a figyelmet, és azt mondják az orvosok, hogy valamilyen mértékben a tünetmentes fertőzöttek is terjeszthetik a vírust. Azt mutatja minden tapasztalat, Kína, Dél-Korea példája, hogy azok az országok tudták fölvenni hatékonyan a küzdelmet a vírussal szemben, ahol mindenkit teszteltek, akinél bármilyen módon, bármilyen érintettség felmerült. Most éppen ma láttam egy cikket arról, hogy Kínában további 40 ezer olyan eset volt, ahol azonosították a koronavírust a tesztelés során, és ezeket az embereket azonnal szigorú karanténba rakták. Csak ilyen eszközök működnek, ezért mondja azt a WHO, hogy a tesztelés a legfontosabb, az alapvető, tehát az ellen a betegséggel, amiről nem tudunk, az ellen nem tudunk küzdeni. Egyébként mondjak egy mondatot a farkashoz is még. Ugye most a kormány helyén való módon
már komoran beszél. De azért emlékszem arra is, hogy amikor még sok mindent lehetett volna tenni a vírus terjedése ellen, vagy elterjedése ellen, akkor tele voltunk olyan koronavírus infókkal, meg kormányinfókkal, ahol azt hallhattuk, hogy minden rendben van, van védőfelszerelés, mindenkit tesztelünk, és egyébként amúgy is a határokon ellenőrzünk mindenkit. Ez akkor sem volt igaz, és azért ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon egy hamis biztonságérzet. Ha már arról beszélt az előbb képviselő úr, hogy Orbán Viktor komoran beszélt, akkor nézzük meg, mert elég sok intézkedést bejelentett. Ma egyébként részt vett az operatív törzsnek a sajtótájékoztatóján, és sok intézkedést bejelentett. Nézzük! Újabb egészségügyi védekezési és gazdasági intézkedéseket jelentett be az operatív törzs sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, kedd reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó ápoló és orvos speciális maszkot kap, a többiek számára pedig biztosítják a sebészi maszkot. Speciális maszkot kapnak azok is, akiket vírusgyanúval kezelnek. A kormányfő ugyanakkor észszerű készletgazdálkodást kért az egészségügyben dolgozóktól. Újabb 6 pontból álló gazdasági intézkedéscsomagot is bejelentett Orbán Viktor. Eszerint a taxisok után további több mint 81 ezer katás kisvállalkozó kap mentességet az adófizetés alól. A március 1-e előtt keletkezett katás adótartozások visszafizetésére haladékot ad a kormány. Felfüggesztik a kilakoltatásokat, meghosszabbítják a lejáró gyes és gyed jogosultságokat. A magyarországi médiaszolgáltatók pedig mentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatt. Orbán Viktor hozzátette, nehéz időszak jön, amihez mindenkitől együttműködést várnak. Na nézzük akkor ezeket az intézkedéseket, hogy mit gondoltok róla. Azt mondta mégis, úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy 4 vonalon szervezte meg a védekezés, 4 harctéren kell egy időben helytállnunk. Azt mondta, és akkor ezeket a részleteket hallottuk, katonai, rendőri, egészségügyi és gazdasági védekezésről van szó. Nektek mi a benyomásotok az intézkedésekről? Mennyire helytállóak, vagy melyek ezek, amelyek mondjuk tényleg fontosak most? Hát szerintem már az első intézkedés csomagidőben volt, és ahogy a környezetemben ezt lemértem, meg némileg egyébként érintett is vagyok, ugye a kávézó miatt, ugye, ahol fogyatékkal élőket foglalkoztatunk, tehát ugye mint vendéglátás. Én azt mondom, hogy ezek jó intézkedések, fontos intézkedések. A mostani vagy a ma bejelentett csomagra is azt gondolom, hogy jó időben jött, és szerintem eléggé szerteágazó. A szerteágazó, csak sok konkrétum hiányzik, vagy egy kicsit homályos, tehát amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy 1,5 millió maszk már rendelkezésre áll, akkor az a kérdés, hogy de hol vannak ezek a maszkok? A fórumban minden második betelefonáló arról panaszkodott, hogy nincs maszk. Nem lehet kapni, az orvosok állandóan ezt mondják, hogy ők nem kaptak, vagy minimális számot. Tehát van tájékoztatás, kétségtelen, de nagyon lényeges dolgok kicsit el vannak kenve, ez a benyomásom. Én meg erre azt tudom mondani, hogy amikor azt mondja egy kormányfő, hogy mondjuk 1,5 millió maszk van, abban benne van az, hogyha van 1,5 millió maszk, és az ország lakosságát nézed, akkor érezhetően az ember ezt tapasztalja, hogy akkor nem biztos, hogy mindenkinek fog jutni egy-kettő. A felvásárlási lázban nem csak a lisztet vitték szerintem idióta módon aránytalanul emberek, hanem ugyanígy vásároltak mondjuk maszkot. Tehát ezért most már több országban ugye felszólították, azt hiszem pont Franciaországban, az embereket, hogy akiknek van több felesleges, adják oda olyan embereknek, akiknek nem jutott. Nem csak Magyarország küzd ezzel a problémával. Arató Gergelyt is kérdezem, hogy ön hogy ítéli meg? Közben ezek szerint elvesztettük Arató Gergelyt. Ja, tényleg le is lette a telefonját, úgyhogy nem hall minket, mert ugye egyik egy ilyen furcsa helyzetben volt, hogy Skype-on láttuk, de telefonon beszélt, úgyhogy megpróbáljuk akkor újra elérni majd, és igyekszünk kapcsolni. Menjünk akkor tovább a következő témára, mert hogy ugye ma, ahogy az előbb már említettem, plenáris ülést tartott az országgyűlés, és hát a központi kérdés volt az a törvényjavaslat, illetve annak a törvényjavaslatnak az elfogadása, amely előre meg nem határozott időre, azaz időkorlát nélkül hosszabbítaná meg a veszélyhelyzetet. Ehhez el kellett volna térni a házszabálytól, amelyhez 4/5-ös többségre volt szükség. Ezt az ellenzék viszont nem szavazta meg. Ezt így aztán nem sikerült, vagy nem lehetett ezt a törvényjavaslatot most meghozni, vagy legalábbis holnap. Hogy látjátok, mennyire veszélyes tényleg ez a törvényjavaslat? Nagyon megosztanak a vélemények erről. Ugye két teljesen ellentétes narratíva van ezzel. Szerintem elég jó színvonalú volt a mai vita, ameddig tudtam hallgatni.
hallgattam. Tehát... Éppen látják, bocsánat, a nézők most a képernyőn ennek a törvényjavaslatnak a szövegét. Reméljük el is tudják olvasni, én speciál nem. A lényeg az, hogy én mindig annak adtam igazat, szinte mindig, minden esetben, akit éppen hallgattam, mert annyira vehemensen és észszerűnek tűnő módon érvelt ki a maga igaza mellett, hogy még nem tudom a megfejtést. Tehát az ellenzék azt mondja, hogy ez korlátlan hatalommal jár a kormány számára. Erre azt mondja a kormány oldal, hogy nem, nézzék meg magát a szöveget, a második paragrafusban benne van, hogy a plusz jogosítványok csak a járvánnyal összefüggésben és csak az intézkedések arányos voltához adnak plusz jogosítványt. Tehát ha ezt hallom, akkor azt mondom, hogy nem biztos. Ha az ellenzék azt mondja, hogy ha ez ennyire rendben van, miért nem lehet beleírni azt, hogy 90 napig tartson, akkor neki adok igazat. Ha Orbán Viktor azt mondja, hogy de a parlament másnap megvonhatja ezt az egész csomagot, akkor azt mondom, hogy ebben is van valami. Az ellenzék visszavág, hogy de a parlament nem fogja megvonni, mert az a fideszes többség. Erre Orbán azt mondja, hogy hát jó, miért nem önök nyerték a választást, szóval rendkívül szórakoztató volt, de mind a két oldal a bizalommal érvelt. Azt mondta az ellenzék, hogy legyen bizalom a kormány részéről, tehát fogadja el a kinyújtott kezet, és írja bele, és akkor helyreáll a bizalom, vagy felépül. Harag Péter azt mondta, hogy a bizalom az abból fakad, amit a kormány 10 évig tett. Én meg azt mondom, csúnya módon, és most mindenki haragudni fog rám, hogy amikor feltolulnak bennem a vagyonnyilatkozatok, így minden évben, akkor tőlem senki ne kérjen bizalmat, amikor a fél szoba konyha negyed részben a képviselői nem akarom nevesíteni, van egy egyharmad Warburg tulajdonjoga, szóval nekem az egész politikai élet hát egy picit bizalomhiányos. Arató Gergelyt közben legalábbis remélem, hogy sikerült visszahívni, és hogy hall minket, és az ő véleményére is kíváncsi vagyok, ugyanis itt a szavazás előtt volt egy hétpárti egyeztetés, és annyit lehet tudni erről a hétpárti egyeztetésről, hogy az ellenzéki pártok azt a választ kapták a Fidesztől, hogy semmiben nem engednek. Majd tényleg így történt? Pontosabban az történt, hogy az ellenzéki pártok egyértelművé tették, az már a múlt héten is, hiszen múlt héten is volt egy egyeztetés, hogy egy olyan feltételük biztosan van, amihez ragaszkodnak, az, hogy a kormány ilyenkor sem helyezheti magát az országgyűlési ellenőrzés fölé. Tehát olyan nem lehet, hogy azt mondja az országgyűlés, hogy mostantól, amíg a kormány úgy nem gondolja, hogy megszünteti a vészhelyzetet, odáig korlátozást csinálhat bármit. Ugye itt van egy alkotmányos rend, ez az alkotmányos rend arról szól, hogy egy vészhelyzetben a kormány különböző intézkedéseket tehet, de ezeket előbb-utóbb jóvá kell hagyatni a parlamenttel. A Fidesz most ez alól akart kibújni. Teljesen világos volt a tárgyalás folyamán, hogy ez az a sarkalatos kérdés. A Demokratikus Koalíció 4 különböző feltételt szabott meg, ezen túl volt még 3 nagyon fontos követelésünk, többek között az, hogy a BTK szigorítása is kerüljön ki, az a rész, ami a sajtói szólásszabadságot korlátozza, de világos volt, hogy a határidő az a sarkolatos kérdés, ami minden szempontból a megegyezésnek a kulcsa. Teljesen világosan látszott, ma is látszik az azóta lévő kormányzati kommunikációból is, hogy nem volt meg a szándék arra, hogy a kormány megszerezze az ellenzék támogatását. Nem ez volt a cél ezzel a javaslattal és avval, hogy ezt ilyen módon terjesztették be, hanem az, hogy mondhassák azt, hogy az ellenzék nem támogatta a kormányt egy fontos nemzeti ügyben. Miközben hozzáteszem, hogy a kormánynak, ahogy eddig, ezután is meg lesz minden lehetősége arra, hogy a védekezéshez valóban szükséges lépéseket megtegyen. Ugye jelenleg most ott tartunk, hogy ez a helyzet, tehát leszavazták ezt a javaslatot, de ugye ha jól tudom, 20 vagy 30-án újra szavazhatnak majd róla, és akkor kétharmaddal úgyis átmegy ez a történet. Egyébként ez Kocsis Máté meg is mondta, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál az ellenzék, mert hogy akkor 30-án majd kétharmaddal át fog menni ez a törvény. Hogy látod? Franciaországban ugye jól olvastam, hogy jól emlékszem, hogy ott 60 napra adták meg a rendeleti kormányzást. Nem csak, hogy bennem, ugye, mint választópolgárban az merül fel, hogyha szabnak ennek egy időrendbeli korlátot, és azt mondják, hogy ne korlátlan ideig szóljon ez, hanem 30 napra vagy 60 napra, hogyha ebből a fajta bizalmatlanságból indul ki az ellenzék, mint amit ezt Lazsa az előbb mondott, akkor ugye feltételezem, hogy 60 nap alatt is lehet ordinári dolgokról dönteni, nem? Tehát, hogy akkor ugyanúgy fennáll, sőt, 30 nap alatt is ezt meg lehet hozni. Másnak is lehet dönteni, igen. Igen. Én összességben azt mondom, hogy ez az egész ügy, ez megint a politikának olyan fázisa, vagy azt a hangulatát mutatja meg, ami megint elviszi az embereknek a figyelmét erről a világjárványról, meg erről a problémáról. Kell egy kis szünetet tartanunk, el kell, hogy menjünk reklámra, de innen folytatjuk, ne menjenek sehova.
Folytatjuk tehát a nap hírét és a reklám előtt arról a törvényjavaslatról beszélgetünk, amellyel egyelőre meg nem határozott időre, időkorlát nélkül hosszabbítaná meg a vészhelyzetet a kormány. Ehhez kellett volna felhatalmazás, de az ellenzék ezt megakadályozta, és erről ezzel a témával folytatjuk, és itt van most már velünk Skype-on vagy telefonon, ahogy sikerült elérni Magyar György ügyvédet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy Skype-on vagyok, de majd ki fog derülni a nézők számára. Nagyon úgy tűnik, hogy Skype-on van, úgyhogy örülök, hogy hall minket. És talán figyelte a műsornak az első felét, beszélgettünk erről a bizonyos törvényjavaslatról, és ön az egyik elindítója annak a civil kezdeményezésnek, amelyel hát tiltakoznak ez ellen a törvényjavaslat ellen. Nagyon sokan aláírták. Igen, nagyon büszke vagyok arra, hogy sokan írták alá. Tulajdonképpen több mint 60 ezer ember, ez megfelel annak a mennyiségnek, amelyel összefüggésben csináltuk annak idején a fővárosi előválasztást, és amelyen végül is Karácsony Gergely nyerte meg. Tehát ott is egy hét alatt körülbelül ugyanannyian jelentkeztek, mint ahogy most egy nap alatt aláírták ezt a petíciót, amit azért kezdeményeztünk, mert úgy véljük néhány civil demokrata, hogy nem mehet ez így tovább, és nem szabad megengedni, hogy ezt a borzalmas vírushelyzetet a jelenlegi hatalom arra használja fel, hogy véglegesítse a saját hatalmát. Ha azt akarják, hogy az emberek bizalommal legyenek, és ha azt akarják, hogy mindenki fegyelmezetten vegye tudomásul, akkor tessenek egyértelmű rendelkezéseket hozni, és nem olyan sejtetéseket keletkeztetni, mintha ők meg akarnák a hatalmukat egy életre alakozni. Mit tudnak azzal tenni, amit egyébként Kocsis Máté is mondott, hogy ha ez most nem megy át a parlamenten, tehát nem tudnak a házszabálytól eltérni és szavazni, akkor majd március 30-án kétharmados többséggel elfogadják. Hát ez jellemző a hatalomra, ez a pökhendi hozzáállás. Megmondom egészen őszintén, nem kell ezt civil demokratáknak tudomásul venni, valószínűleg az ellenzék sem fogja tudomásul venni. A történetnek az a lényege, hogy eddig is azt tapasztaltuk, hogy erőből politizált a hatalom, és a jelenlegi választói rendszer fals és eltérő rendszeréből fakadóan át tud vinni bármit, amit át tud vinni. Igazából nincs is szükség neki felhatalmazási törvényre, mert enélkül is azt tesz, amit csak akar, de ha ki akarja kapcsolni a kontrollt, tehát a parlamenti ellenőrzés legfontosabb funkcióját, akkor ezzel a törvénnyel tudja ezt elérni, és nekünk az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy szeretne a lakosság fegyelmezett lenni, szeretne bizalommal lenni, de azt érzi, hogy a helyzetet valaki ki akarja használni a saját javára. Tehát nem csak jogával él, hanem nagy valószínűségével vissza is akar élni ezzel a joggal, ezért emeltük fel a hangunkat, és ezért írtuk alá most már több mint 60 ezeren ezt a petíciót. Nem akarjuk abba hagyni egyébként a petíciót, pontosan azért, amit mondanak a kormány oldalról, mi nem vagyunk víruspártiak. Mi is azon az állásponton vagyunk, hogy igenis fegyelmezetnek kell lenni ebben a borzasztó helyzetben. Igenis be kell tartani a rendkívüli rendelkezések adta lehetőségekből származó magatartás követelményeket. De azt nem engedhetjük meg, hogy az alkotmányos rendünk és a jogrendünk menjen teljesen tönkre, és azt sem engedhetjük meg, hogy valaki visszaéljen a hatalmával. Hogy látjátok, hogy visszaél a hatalommal? Akkor már ez a 60 ezer ember azért ez elég jelentős. Hát igen, de azért, mert 60 ezeren írták alá, ez nem azt jelenti, hogy a kormány visszaél a hatalmával, hanem 60 ezer ember írta alá, akik úgy érzik, hogy majd a kormány vissza fog élni a hatalmával. Én a mai napig csak azért vagyok ebben értetlen, vagy lehet, hogy én vagyok a hülye persze, de azt nem értem az egészben, hogy tehát mitől félnek, tehát hogy mik azok a pontok, mik azok a területek, amikről azt gondolja ez a 60 ezer ember, vagy Magyar György, hogy ezt nem szabad megszavazni, mert ha megszavazzák, akkor ez is ez fog történni Magyarországon. Bocsánat, én meg azt gondolom, hogy ezek között nagyon sok jogász ügyvéd van, tehát szerintem alapos lehet az aggály, hogy ezt kihasználhatja a kormányzat, csak szerintem viszont ebben a helyzetben
nem ez a csapat érzi jobban az úgynevezett néplelket. Én azt gondolom, hogy itt, hogy mennek a napok előre, az embereket nagyon nem fogja érdekelni ez a történet. A tömegekhez el sem jut ez a kifejezés, nem is értik, hogy mi az, hogy felhatalmazási törvény, hanem azt fogják nézni, hogy van maszk, nincs maszk, kapott újabb tájékoztatást, áruhiány van, kihozta az önkormányzat az ételt, mi van az idősekkel, stb. Tehát ez most egy mellékszál lesz, én úgy gondolom. Nem mondom, hogy lényegtelen, csak mellékszállá fog válni a főcsapás irány. Kérdezzük meg a Gyurit, mármint, hogy Magyar György, elnézést, hogy legyuriztam, csak ugye 5000 éve ismerjük egymást, hogyha hall engem, vagy nem tudom én. Biztos, hogy hall, persze. Almácsolhatod te is ezt a kérdést, hogy egy-két területet mondhatna az ügyvéd úr, ha már ezt a petíciót, vagy ezt a kezdeményezést elkezdte, hogy akkor mitől kell tartani? Hall minket, Magyar György? Szerintem igen, csak csúszik a... Azt kérdeztük, hogy melyek lehetnek azok a területek konkrétan, amelyek aggodalomra adhatnak okot. Hát abban érezzük a veszélyt, hogy... Igen, tisztelettel hallok mindenkit. Igen, hallottam a kérdést is, mondhatom? Abszolút, igen, várjuk a választ. A legnagyobb problémának azt látjuk, hogy a rendkívüli jogrendben a hatalom ellenőrzés nélkül hozza meg a jogszabályait, amire semmi szükség nincs, mert a jelenlegi egészségügyi törvény és katasztrófavédelmi törvény ezeket a járványszituációkat teljesen egyértelműen szabályozza. Tehát amikor arról van szó, hogy az emberek betartják ezeket a rendkívüli intézkedéseket, az nem kérdés. A kérdés csak az, hogy miért kell ezt olyan formában megfogalmazni, hogy azt érezze a társadalomnak egy jelentős része, hogy úgy akarnak jogot alkotni, hogy ez a saját hatalmuk megerősítésére, nem pedig az emberek javára szolgál. Ezt el kell oszlatni, ezt a tévhitet, és ahogy már beszélgetésben fölmerült az előbbiekben a jelenlévő vendégek által, hogy tulajdonképpen ez teljesen egyértelmű, csak úgy kell értelmezni, tessék, kérem, úgy jogot alkotni, hogy benne legyen, hogy X ideig él, és utána meg kell ezt hosszabbítani. Különben mi szükség lenne a parlament ellenőrzés szerepére, amit most átadnak az Alkotmánybíróságra, de azt sem szabályozták, hogy hány nap alatt, mennyi idő alatt, hogy kell rendelkezni. Hát vele van az egészben az a veszély, hogy kontroll nélkül úgy döntenek, ahogy akarnak, és sajnos ez a rendeleti kormányzás irányába, majd később rossz esetben az elnöki kormányzás idejébe is irányába mutat. Ezért nekünk jogászoknak ideje korán fel kell emelni a hangunkat. Én ezt megértem továbbra is, és a kormány részéről megtehették volna azt a gesztus, hogy belerakják ezt a 90 napot, vagy valamilyen időkorlátot, de mégis azt gondolom összességében, hogy ennek az egész történetnek majd politikai következményei lesznek előbb-utóbb. Tudta kezelni a kormány az egészségügyi válsághelyzetet, aztán a gazdasági válsághelyzetet, vagy nem tudta, vagy ahhoz képest, amilyen lehetőségei voltak, milyen szinten volt képes kezelni. Tehát, hogyha most sarkítsunk, egy diktátort is el lehet kergetni, hogyha a népnek elege lesz. Tehát azért mondom, hogy igazából ennek a történetnek majd egy-két év múlva látjuk a végét, és akkor majd a társadalom ítéletet mond, és ez megint csak mellékes lesz szerintem a nagy képben, hogy mi volt ezzel a felhatalmazási történettel. Az egyébként, hogy ki hogyan tartja be a törvényeket, illetve az intézkedéseket. Érdekes példa a Szegedi Egyetem rektorának a története, akiről kiderült, hogy elment síelni, aztán utána visszajött Magyarországra, kiderült, hogy vírushordozó, tehát megfertőződött a koronavírussal, mégis bejárt az általa vezetett klinikára, sőt, operált is. Aztán kiadott egy közleményt, Róvó Lászlóról van szó, kiadott egy közleményt, ezt látják most éppen, illetve az egyetemnek a közleményét. Ebben arra hivatkozik, hogy üdülése a dél-tiroli helyszíne előzetes tájékozódásom alapján nem tartozott a koronavírus által veszélyeztetett területek közé,
és ez számos forrás megerősítette számára, ezzel indokolta. Ehhez képest akkor már, ugye Dél-Tirol, Észak-Olaszországban van, ekkor már, sőt korábban a kormány már február 27-én azt kérte mindenkitől, hogy ne menjen Észak-Olaszországba, ha pedig mégis ott jár, akkor azonnal házi karanténba menjen. Ehhez képest a rektor úr bement a klinikára, sőt operált is. Úgyhogy ha mondjuk az ember ilyen történeteket lát, akkor nehéz azt számon kérni másoktól, hogy ki hogy tartja be, akár az önkéntes karantént, vagy bármilyen más intézkedést. Engem nagyon megdöbbentett ez a hír, megmondom őszintén. Ráadásul ugye ő volt az, aki felelős volt egyébként a kialakult vírushelyzetért is. Hát, hogyha valakitől szerintem ebben a helyzetben a tudatos cselekvést, a nagyon precíz cselekvést elvárja valakitől, akkor ez biztos pont az orvostársadalomtól. Egészen elképesztő és szürreális. Azért azt a kulisszatitkot szerintem nyugodtan elmondhatjuk a nézőknek, amit te is említettél az adásunk előtt. Tehát mi televíziós műsorvezetők, bemondók, szerkesztők, hadd ne soroljam vagyunk. Itt olyan fegyelmezettség van ennél a tévénél a tekintetben, hogy véletlenül se fertőzzük meg egymást, ami szerintem abszolút maximális, vagy még talán azon felüli. De hogy egy orvos nem marad otthon, tudja azt, hogy otthon kellene maradni, mert elmegy és műteni, ugye most ilyen etikai vizsgálat indult ellene? És nem akarok hülyeséget mondani, de mintha azt olvastam volna, hogy abban az intézményben többen megfertőződtek, azóta kiderült talán hat többen személy. Többen, hat személy. Hat ember. Személy, így van. Tehát elkapták tőle ezt. Egyébként azt akartam csak hozzátenni, hogy ő volt a koronavírus ügyi operatív bizottságnak a vezetője. Na, csak gratulálni tudunk. Hát ebből a szempontból még... Ilyenkor pert lehet indítani egy orvos ellen, magyarul? Én akartam én is kérdezni Magyar Györgytől, hogy büntető jogilag ezt hogyan lehet értékelni, ezt a helyzetet? Szóval milyen következménye lehet ennek a cselekedetnek. Hall minket, Magyar György? Vagy éppen torna gyakorlatot végzett? Vagy csak csúszik a hang szerintem. Hall minket, Magyar György? Ahány jogág létezik, annyi jogággal összefüggésben. Hát igen, ezt is próbálom. Kicsit késleltetve látom és hallom a kérdést. Ez, igen, tisztelettel. Hallotta akkor a kérdésünket? Igen. Azt kell mondanom, hogy fokozott felelőssége van a doktor úrnak, egyrészt az orvosi hivatásából fakadóan, másrészt a beosztásából fakadóan. Megítélésem szerint akkor járt volna el helyesen, hogyha intéz magával szemben, kezdeményez egy vizsgálatot, teszteltít magát, vagy rögtön karanténba helyezteti magát, és nem megy be önálló munkát végezni, a veszélyeztetett is bármilyen foka fennáll. Valóban, hogyha valakinek joghátránya keletkezett, akkor úgy munkajogi, mint polgárjogi, szükség esetén büntetőjogi felelősség kérdései is felvetődnek, de ehhez szakértő vizsgálatoknak kéne megfelelni, és bizonyítani, hogy a joghátrányok az ő mulasztásával voltak okozati összefüggésben. Akkor folytassuk az utolsó témánkkal, hogy egy picit valahogy könnyedében fejezzük be a műsort ennyi súlyos téma után, mert hogy a 15. kerületben, a 15. kerületi Havanna lakótelep lakói minden este tapssal és énekléssel fejezik ki a hálájukat az egészségügyi dolgozóknak. Nézzük meg, hogyan.
Én egész meghatódtam, mikor először megnéztem ezt a videót, nem? Azért ez mégiscsak azt jelzi, hogy ezért csak odafigyelni. Van szív az emberekben. Hát ma el, egyébként például Kásás Tamás olimpiai bajnok vízipólós, van egy pizzázója, napi 200 pizzát juttat el az egészségügyben dolgozóknak ajándékba. És ma elhangzott a parlamentben a miniszterelnök úr részéről, hogy az a 133 ember a legbátrabb az országban, aki a mögött ülő frakciót alkotja. Hát szerintem nem, az első nem tudom hány ezer az, aki az egészségügyben dolgozik, és független attól, hogy van-e maszkja, védőfelszerelése, 0-24-ben próbálja megoldani, vagy úrrá lenni ezen a helyzeten. Tehát őket azért én előrébb sorolnám. Ugyan ezt gondolom, minden elismeréssel. Vagy elismerésem, egyébként nekem is az egészségügyben dolgozóknak fantasztikus teljesítmény nyújtanak. És tényleg ez az, amit hétköznapok során egyébként sokszor elmegyünk mellette, de most egy olyan helyzetben, egy olyan kritikus helyzetben állnak helyt, teljesítenek, tényleg a saját egészségük árán, vagy kockáztatása árán, amire azt gondolom, hogy igazán példaértékű. Ezek után azt gondolom, hogy felesleges tenne most azon vitatkozni, hogy ők most 10%-20% béremelést érdemelnének meg, mert mindannyian tudjuk, hogy persze, hát ezt megérdemelnék. Ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Magyar Györgynek is. Köszönöm szépen, hogy így virtuálisan, de itt volt velünk a műsorban. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. Most a szokásos menetrend szerint következik a híradó, aztán pedig az egyenes beszéd. Szép estét!